köszönöm azt, hogy híres a nevem, nem magamnak köszönhetem, hanem az őseimnek. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit én a hallgatóimnak mindig elmondok, a saját gyerekeimnek is elmondom. Tehát lehetséges az, hogy az az 500 dolog, amit az őseim csináltak, az ma már nem ér semmit. De tessék elhinni, hogy az 501-et nélkülük mi nem tudnánk megcsinálni. Tehát büszkének kell lenni az őseinkre, meg kell nézni, hogy ők mit tudtak, mit csináltak. Ez az előadás is egy kicsit erről fog szólni. Itt az alsó képen van egy, az a dián alján van egy nagyon jó kis kép. Volt egy Mangalica fesztivál, hol is lehetne Mangalica fesztivál, mint a Nemzeti Bank előterében a Szabadságtéren. És oda valaki elkészítette ezt a remek kis szobrot, ahol a havas részek szalonnából vannak, a tető az szalámiból, a kerítés meg kolbászból van. Úgyhogy ezek szerint mégiscsak elképzelhető, hogy olyan jól fogunk élni, hogy kolbászból lesz a kerítés. Nem tudom, de majd meglátjuk. Hát először is arról van szó, hogy magyar tájak, akkor ez a csodálatos dolog, ez a Kárpát-medence, ez tartozik ránk. És nem csak a mai magyar határokon belül vannak magyar tájak, hanem egész körben. És itt, ahogyan az előző előadásban is elhangzott, és más előadásokban is mindig, nagyon-nagyon sok feladatunk van, nagyon sok szomorúság történt a történelmünkben, amit nehéz ma kiegyezni. Az egyik legfurcsább dolog, hogy az a magyar terület, amiről a legritkábban beszélünk, Burgerland, az alig várja, hogy eljöjjön 1921 és a 100 éves fennállását megünnepelje, és közölték velem, hogy ők Pannonia, és a magyar bor az Burgerlandba terem, és a magyar szürke és a mangalica azok burgerlandi őshonos állatok. Tehát vannak azért elképzelések itt a körülöttünk levő országokban, ami hát sajnos ez van. Nekünk azért tényleg a jövőkép egy nagyon fontos, csak hát a múlt nélkül nem lehet más. Itt azért tettem föl ezt a kis rajzot, mert megpróbáltunk egy ilyen statisztikai régiókat kialakítani Magyarországon, amit egy 1999-es törvény meg is csinált, de soha nem lépett életbe. És a tradicionális megyerendszer az, ami máig is működik. És ami viszont a gasztronómia szempontjából nekünk sokkal fontosabb, az, hogy vannak úgynevezett kistérségek. Tehát akkor, amikor gasztronómia hagyományokról beszélünk, akkor ezeket a kistérségeket érdemes itt-ott megnézni. Ami a legfontosabb, a gasztronómia és a táplálkozásunk az része a magyar kultúrának. Része a történelmi örökségünknek, de nem homogén. Tessék elhinni, hogy a táplálkozás, a gasztronómia legalább annyi toleranciát kíván, mint a vallás, a bőrszín, a nyelv és mindenféle más. El kell fogadnunk, amit a másik jónak tart. Ezek a dolgok hosszú évek alatt alakultak ki, hosszú évszázadok alatt alakultak ki, és hát ezek a földrajzi adottságok és a történelem kegyetlen fordulatai hát elég nagy változatosságot hoztak létre. Akkor mi is az és hol van a magyar vagy magyaros konyha? Hát ezt a kérdést föl lehet tenni, ami ha nem is egységes, akkor is a miénk, a mi örökségünk, a mi csodálatos örökségünk, ami abszolút természetesen évszázadok alatt jött létre. Tessék elhinni, a természet az olyan, hogy ha valaki nem tud a környezetéhez alkalmazkodni, akkor kihal. Nem létezik, hogy a mi tradicionális ételeink a legkisebb mértékben is egészségtelenek lennének. Nem igaz. Akkor nekünk, mint élőlényeknek ki kellett volna halni. Mert pedig hála Istennek nem, hogy nem haltunk ki, hanem az átlagos életkor állandóan növekszik. És ebben benne van a táplálkozás is, a gyógyszerek is, az orvostudomány és egyáltalán a tudomány. Ez egy olyan csoda, amit nem szabad lebecsülni. Nem beszélünk róla sokat, mert mindenki kvázi ért hozzá, de azért egy nagyon súlyos dolog. Tökéletesen kielégíti az emberi szükségleteket. És a kistérségek lakossága ezen él. És tessék elhinni, hogy nincs az a
hogy mi emberek nem azért ülünk le az asztalhoz enni, hogy az omega 3 zsírsav szükségletünket kielégítsük. Senki nem ezért fog ma este leülni a fehér asztalhoz, hanem az együttlétért, az élvezetért, az, hogy a váradi ételeket élvezzük. Ez a lényege az egésznek. Az egészséges táplálkozás alapja a lehető legnagyobb változatosság mérsékelt ételfogyasztással és mérsékelt ivással. Minden egészséges és minden jó. Minden szélsőség rossz. Azért nem alakultak ki a szélsőségek. Az teljesen természetes, hogy egy eszkimó fókazsírt teszik, hogy a mediterrán vidéken olívaolajat isznak, vagy esznek. De hát egy tajföldi piacon sült bogarakat árulnak. Ez nem lehet rossz, ha néhány millió ember szereti, csak szokatlan. Mi nekünk más. Egyszer volt egy finn vendégünk, és a feleségemmel rántott velőtettünk. Szegény hölgy olyan rosszul lett, mikor meglátta, hogy 2 deci pálinka kellett, mire kezdett fölébredni. De mondom, ti meg eszitek a nyers halat. Hát az olyan finom. Hát nektek. Mi nem szeretjük a nyers halat. Na most, mi is az a sütés-főzés? Hát ez egy ősi feldolgozó mesterség, amit a szüleinktől vagy az iskolában vagy a gyakorlatban megtanultak az emberek, aztán különféle formában folytatják. És itt is van egy érdekesség, kérem majd szóljál, hogyha hagyjam abban, jó, mert erről rengeteget tudok beszélni, hogy vannak olyan elvek, hogy több nyers kosztot kéne ennünk. Ez kéne nyers kosztot, de nem, az nem jobb, mint a másik. Hát az ősember olyan őrült volt, hogy elkapta a tüzet és vigyázott rá. Hát nyilván azért csinálta, mert rájött, hogy jobb az, hogyha megsüti a húst és nem nyersen eszi. Vagy megsüti a kenyeret és nem a magokból készült tépet nyersen megeszi. Mindennek megvan a helye. Nem szabad túlsütni. A szélsőség megint. De megvan az, hogy hogyan lehet csinálni. És ennek vannak formái. Ennek az egész sütés-főzésnek. Van a családi, háztartásbeli, kvázi házipari tevékenység. Van a kereskedelmi vendéglátás, vagy az üzemi konyhák, és ez a hivatásos szakácsmesterség. És ezek különböznek egymástól. Vannak ételek, amiket csak otthon lehet klasszul elkészíteni, és vannak ételek, amiket otthon nem lehet. Ahhoz profi körülmények kellenek. De mind a kettő finom. Mind a kettő jó. És az emberi élet olyan rövid, hogy nem lehet folyton arról gondoskodni, hogy mi az egészséges. Élvezkedni is kell. És hát ebben a kereskedelmi vendéglátásban van egy nagyon fontos dolog, hogy van az úgynevezett intézményi vendéglátás, és az is ide tartozik. És egy nagyon nagy hányad, mert szabad legyen azt mondanom, hogy a turizmus bevételeinek a 60%-a az a vendéglátással kapcsolatos, és a vendéglátás bevételeinek pedig csak a 20%-a függ a turizmustól, mert a vendéglátás és étkezésbe beletartozik az iskolai étkeztetés, a börtön, a katonaság, az élsport, a kórház, az is vendéglátás, és az is benne van ebbe a közgazdasági egységbe, ebbe az iparágba, nem csak az, hogy beülünk a szuper akárhány csillagos, Michelin csillagos étterembe. Tehát minden beletartozik. A háziipari az egy kisüzemi dolog, mindent elvégzett a háziasszony a konyhában, anyáról lányra szállt a tudás, sajnos ma nem. Ebben benne van az a szerencsétlen 50 év, ami mögöttünk van, de benne van az egész világ globális fejlődése, az iparok fejlődése és minden. Egy kicsit arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy egy kis csacsi vicc, egy ismerős mondta, hogy találtunk szuper háztáji csirkét, és megvettük, és jaj, de finom volt. Mondom, és hogy találtátok? Interneten, mobiltelefonnal és GPS-szel keresték meg a farmot, ahol megvették a csirkét. Hát, ha nem szégyeled magad, mit gondolsz ez alatt az idő alatt? A biológia meg a konyha nem fejlődött, csak a GPS meg a többi. Tehát itt is egy óriási fejlődés van. Ezek az állatfajták és maga az egész takarmányozás, az a Forma 1-es versenyautók szintje, űrhajózás szintje a maga nemében. Hát ezt azért tudomásul kell venni. A hivatásos szakács az egy más dolog. Ott minden klasszul megvan, de van egy nagyon fontos dolog, amit a nagyapám mondott. Ha valaki nem jó szívvel és lélekkel főz, akkor nem tud olyat csinálni, ami jó legyen.
a legfinomabb bélszín is szuperul elkészítve, ha lélektelenül csinálta meg valaki, nesze itt van egyed, az nem lesz jó. Az 1900-as évek elején a magyar patakokban még annyi rák volt, hogy a gyerekek jártak kiszedni. És voltak rákos, rákkal készülő ételek, nem csak tengeriek. Egyébként az is egy nagyon érdekes, közben tovább megyek ezzel, hogy az 1700-1700-as évek végén még több halat ettünk, mint húst. Mert olyan nagyon gazdag volt a magyar folyó állomány halakba, hogy azt írták a történészek, hogy több a hal, mint a víz a magyar folyókba. Hát Széchenyi Istvánnak rendkívül sokat köszönhetünk, ez az egy dolog van az életében, ami sajnos neki köszönhető, hogy nincsen, mert a Tisza szabályozás egy nagyszerű dolog volt, viszont elvesztették a halak a ívási helyeket, és ezért nincsen annyi hal a Tiszában, mint amennyi régen volt, és leszoktunk róla. Aztán amiatt, hogy nincs tengerünk, azért megint csak leszoktunk. Aztán elkezdődött a tavi haltenyésztés, aminek viszont nagyon sok ember részére volt valami mellékíze, a tavi halaknak azért még olyan, mint a természetes. Szóval a lényeg az, hogy egy kicsit leszoktunk róla, pedig nagyon-nagyon egészséges lenne, ha több halat ennénk. Ma Magyarországon a halfogyasztás 3 kiló körül van egy főre számítva, vagy még annyi se egy évben, és az is a legnagyobb része az karácsonyra esik, tehát nem eszünk egész idő alatt ezeket. Tehát ezek ilyen jellegzetes ételek, és hát ugye minden nemzetiségnek benne vannak az ételei. Itt Erdélyben is az örmény, a zsidó, a sváb, a szász, a bunyeváca, a nem tudom, mindenféle, és ezek mind benne vannak a magyar konyhában. Ahogy mi genetikailag rendesen összekeveredtünk, úgy keveredett a konyhánk is teljesen össze. Itt van például ez a kulenstifolder, ugye a vastagbélbe töltött szalámi, ami egy jellegzetes svábétel, meg a szajmuka, meg ilyenek. Aztán hát itt a harcsa turós csuszával. És hát akkor néhány dolgot megpróbáltam Erdélyről is. Hát ugye itt is megvannak a tájegységek, a régiók, ami szerint végig lehetne menni. Ha valamit eltévesztek, akkor bocsánatot kérek érte, nagyon szégyellem, mert tudnom kellene, mert a nagyapám családja Tövisen született, és onnan került el. Szegényként Kolozsváron végzett jogot, és egy híres operaénekes lett belőle, és arra volt a legbüszkébb egész életében, hogy ő volt Kolozsvár város zászlóvivője Rákóczi hangvainak hazahozatalánál. De közben pedig egy Európa hírű operaénekes lett belőle, az operaház igazgatója is volt. Tehát az ő erdélyi származása mindig benne volt, és a család fő kajája az a lucskos káposzta volt mindig a mindenek felett. Tehát ezeket is végig lehetne nézni és apránként összeszedni. Itt is találtam fesztivált, hogy Csíkszeredán volt Pityóka Fesztivál, ami idén augusztusban volt, és nagyon jól sikerült, úgy látom, jó sokan is vannak a képen. A másik egy pár dolgot összeszedtem a Szatmár régióról, mert hát hiszen az itt van ezen a környéken, és úgy gondoltam, hogy akkor ebből egy pár dolgot megmutatnék. Hát itt vannak hagyományos népi ételek, ami a határon innen és túl egyaránt ott van, mert azért a kajákat, a fiúkat, a lányokat, piákat, azt nem lehet holmi határokkal szétválogatni, azok megtalálják egymást, és az teljesen megy. És hát ugye a lapcsánka, meg a nyögő, meg ezek a speciális ételek mind használatosak, a gombóda, meg hát mindenféle daráskáposzta. Aztán néhány jellegzetes helyi étel, amit még ma is készítenek ezeken a vidékeken, burgonya gárnica füstöl sonkával, találtam egy ilyet, hogy házi múl vártai módra, őszintén megmondva, hogy én most így fejből nem tudom megmondani, hogy mit jelent, bicskás pecsenye és a többi juhász lapcsánka. És ezeket kéne kicsit előszedni, kicsit megpróbálni, kicsit, amikor rendezünk valamit, akkor ezekből válogatni ételeket, és megkérni a vendéglőst, hogy nem tudnád megcsinálni, hát próbáljuk már ki, és újra elő lehetne szedni. A közétkeztetésben, a gyerekétkeztetésben is be lehetne ilyeneket venni. És hát aztán a szilva.
Hát ez az ugye ennek a vidéknek a teteje, Penyigei, Boldogasszony, Paradicsom, Veres, nem tudom, Berbencei, Fosó, Szagos, Macskatökű, Rigó, mindenféle szilvák léteznek, de a legfontosabb termékek a lekvár, és persze a pálinka. Hát szilva pálinkánál egyik legjobb dolog. Őszintén megmondom, hogy el szoktam egy kicsit rontani, hogyha úgy érzem, hogy nem elég sima, akkor mindig teszek bele egy kis aszalt szilvát. Egy literes ilyen pálinkába, 5-6 félbevágott aszalt szilva, ad egy olyan szép sárga szint az egésznek, egy kicsit olajos lesz, és a karcossága egy kicsit eltűnik. Többet lehet belőle meginni, és emiatt hamarabb lehet tőle kikészülni. Aztán vannak a szilvával ételek, amiket nem nagyon szoktunk csinálni, mert a szilvás gombócot csináljuk, de a többit nem nagyon, és itt van szilvaleves, cibere, kaszásleves aszalt szilvával, részeges aszalt szilvaleves, szilvaleves, aztán a húsételek közül a aszalt szilvával töltött sertéssül, csirke, vadhúsokhoz szoktunk szilvákat tenni. A tészták, ugye a derejék, ami nagyon fontos. Aztán a különböző sütemények, ami szintén a szilvából elkészíthető. És aztán szeretnék egy pár szót szólni erről a nagyon szerencsétlen, csodálatos népcsoportról, a bukovinai székelyekről, akiket ugye, most ne ecsepeljük, hogy mind különböző okok miatt eltranszporáltak Bukovinából előbb Szerbiába, aztán ott még magukhoz se tértek, már áttették őket Tolnába, szegényeket berakták azokba a házakba, ahonnan elzavarták a németeket, tehát volt nekik rendesen mindenféle. Fiam, az a szerencsém volt 2011-ben, hogy a mesterképzésen volt egy fiatal asszony, akinek a nagyszülei voltak bukovinai székelyek, és egy nagyon szép szakdolgozatot írt ebből a témából, és én is akkor ismertem meg ezt az egészet, én kezem alatt írta ezt, és láttam azt, hogy milyen csodálatos, amikor egy nép, egy nemzetiség nem hagyja magát. Tehát egy ilyen borzasztó trauma, ami a kétszeres költözködéssel együtt járt, hogy próbálnak ma összejönni. Érdekes az, ugye, hogy a geográfiai különbségek miatt régen kukorica, rozs, káposzta, hagyma volt, most pedig inkább a buza került be a kukorica és a rozs helyett, mert Tolnában azt jobban termelik, nem mint a kukoricát nem termelnének, csak ugye tudják, hogy a kukorica az anyaországban nem kimondottan humán élelmiszer, hanem elsősorban takarmány. Jó, esszük persze a főtt kukoricát, meg málét is csinálunk, de puliszkát is, málét is csinálunk, de nem annyira jellegzetes, mint ahogyan itt ezen a vidéken. Fűszerek között is vannak különbségek. Régen ezeket a régi fűszereket használták. Itt is próbálják ezeket használni, ami nagyon fontos, hogy bejött a piros paprika por, mert hiszen ott van Kalocsa nem messze, meg Szeged se, és hát egyáltalán a magyarországi főzésben a piros paprika nagyon nagy szerepet tölt be. Az italok is egy érdekes átalakulás, mert Bukovinában nem volt szőlő, tehát a bor nem nagyon volt ismerős, viszont a pálinka az igen, és azt találtam, hogy velnicének hívták a pityók a pálinkát, amit krumpliból főztek, de csak eladásra ők nem itták állítólag, hanem továbbadták, és hát a köménymagos mézelt pálinka, mert ugye a székely nyelven a mézelés az cukrot jelent, nem azt jelenti, hogy effektív méhek által készített mézet tesznek bele. Ma pedig minden, ami Tolnába megy, tehát alapvetően a bor az jellegzetes italuk. Az ételek, amiket esznek ma is, az a ciberék. Érdekes volt nekem, hogy a normál ciberén kívül csináltak hal ciberét, és disznóvelő, agyvelőből is csináltak ciberét a disznóvágás idején. Aztán ezek a szegény levesek, a köménymagleves, a tojásleves, aztán a pityókaleves különböző változatai. Ugye tudják, hogy itt a pityóka mást jelent, mint Pesten, mert aki bepityókázik, az jó sok krumpli főzeléket evett, aki Pesten bepityókázott, az egy nyitszó, vagy illuminál. Aztán van a cékla, nem tudom pontosan mi a céklapi, van a faszulyka, és a többiek, csihán, az a csalán, igen. Aztán a különböző főzelékek, a málék, a gárnica, angyalbegyelő,
a főételek között a jutúrós rakott pityóka, ecetes pityóka, és a többi, pitán, bosztános pitán. És egyetlen egy dolog, amit még szeretnék elmondani, hogy Magyarországon van két ilyen nagy program. Az egyik a Hungarikum program, és ezt mindenkinek ajánlom, mert ez a határokon kívüli hungarikumoknak minősülő dolgokra is vonatkozik. Meg lehet nézni, hogy hogy vannak az előírások, mit kell csinálni. A másik pedig a Hagyományok, Ízek, Régiók program, amelyikben a hagyomány a legfontosabb. Tehát rossz májú leszek, mondom, hogy én benne vagyok a bizottságban, amelyik ezzel foglalkozik, hogy egyszer kaptunk egy olyan rossz pálinkát, hogy nem ittuk meg, de miután 50 éve azt a pálinkát azon a vidéken csinálják, azért megkapta a védjegyet. Tehát, tehát itt a hagyomány nagyon fontos, és ez nagyon kell azoknak az embereknek, akik ahol élnek. És köszönöm szépen a figyelmet.